Amíg a kisebb gyerekek labdasznó keresztek, addig a nagyobbak és a felnőttek Eger legújabb ideiglenes kert, illetve térmoziában, a dobótéren figyelték, mire megy egymással a CETEF Eger és a horvát Jug Dubrovnik a barcelonai Bajnokok Ligája hatos döntő első mérkőzésén, amelyen a tét az elődöntőbe jutás volt. A helyzet, és sajnos ez sincs be. Kiállítás, meg egy gól. Nagyszerűen reagál Szívós Márton. Csuk, Kapelszki, Kapelszki. Kanger. Talán a fenti kis összeállítás is mutatja, bosszankodni és örülni is volt oka. A klub és a város jóvoltából a spanyolországi eseményeket lett falon követő szurkolóknak. Végig a horvátok vezettek, akik két góllal 10-8-ra nyerték a találkozót, vagyis ők a Riekával a döntőbejutásért, míg az egriek pénteken délután az ötödik helyért mérkőznek majd. Én úgy gondolom, hogy benne lett volna a győzelem is, hogyha nem ez a felfogás lett volna, nem ez a játékvezetői felfogás, ahogy támogatták ezt a Dubrovnikot végig. Azt látszott, hogy nagyon akarnak, de jó sokat az a Dubrovnik, nagyon jól össze van téve. A védekezésben látok, hogy ott nem jött össze. Játszott már jobban az Egerrel. Az ellenfél a másik magyar csapat, vagyis a Szolnok lesz, akik 5 méteresekkel kaptak ki a házigazda Barcelonától.